Megújult a Gyöngyösi TV. Nem szavaztak, nincs alpolgármestere Gyöngyösnek. Tizen fogadták el a jelölést a Mátrafüredi részönkormányzati jelölőgyűlésén. Jó estét kívánok! 4 hét után újra friss hírekkel és saját gyártású műsorokkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk, következzenek mai híreink. Megújult a Gyöngyösi Televízió. Az idén 20 éves médiumban az elmúlt 4 hét alatt jelentős műszaki fejlesztést hajtottak végre. Mától ismét friss gyártású műsorokkal várjuk a nézőket. Új keverőpult, új monitorfal, új hangpult, teljes egészében megújult a vezérlő. Az adáslebonyolító teljes technikai eszközállományának a cseréje megtörtént, mától HD minőségben folyik a műsorszolgáltatás. Mindenféleképp nagy mérföldkő ez a cég életében. Ezekben a napokban 20 éves a Városi Televízió itt Gyöngyösön, valamint a technikai megújulás is gyakorlatilag egy komoly előrelépést jelent a munkánkat tekintve. Tavaly indult a digitális sugárzásunk, és pályázat segítségével be tudtunk szerezni digitális kamerákat. Most végre a kettő közti rendszer, itt ahol állunk az adáslebonyolító helység cseréjének a teljes eszközparkja megújult, kicserélődött. A beruházás mintegy 35 millió forintba került, ebből az önkormányzat 15 millió forintot biztosított, pályázati forrásból 12 millió forint állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget pedig a televízió saját forrásból gazdálkodta ki. Mi bízunk benne, hogy komoly minőségi változás lesz mind a kép, mind a hangminőség tekintetében, viszont el kell mondanom, hogy ez nem csak rajtunk múlik, hanem a kábelszolgáltatóknak a hozzáállásán és a technikai felkészültségén is múlik. A műszaki fejlesztést követően megtörtént a műszaki dolgozók továbbképzése is, így mától ismét saját készítésű műsorokkal jelentkezik a 20 éves Gyöngyösi TV. Kétszeri nekifutása sem választott alpolgármestert az október végén megalakult Gyöngyösi képviselőtestület. A Jobbik és a Fidesz-KDNP frakció nem vett részt a szavazásban, így a városnak egyelőre nincs alpolgármestere. Más kérdésekben azonban tudott dönteni a testület. Így például az újabb közfoglalkoztatási programról is határoztak a képviselők. Az alpolgármester megválasztása tűnik a legerősebb szakító próbának az október végén megalakult új Gyöngyösi képviselőtestületben. A Hisz György polgármester szavazatával 6 fős baloldali frakció, valamint a 3 fős Fidesz-KDNP és a 6 képviselőből álló Jobbik frakció az eddigi 2 ülésen sem jutott konszenzusra a polgármestert távollétében helyettesítő alpolgármester személyéről. Hisz György mindkét alkalommal dr. Vég Attilát, az MSZPDK együtt frakció vezetőjét jelölte a posztra, azonban a két másik frakció előre jelezte, nem vesz részt a szavazásban, így az mindkétszer eredménytelenül zárult. Az önkormányzati törvény egyébként kötelezővé teszi alpolgármester választását. A testület alakülőülésén Kis Tivadar vezetésével megalakult a Fidesz-KDNP frakció, valamint a Kévés Tamás vezette Jobbik frakció is. Ez utóbbi összetételében egyébként változás is történt, ugyanis a megyegyülésben szerepet vállaló, így a gyöngyösi önkormányzati megbízatásáról lemondó Szűcsné Major Ildikó helyét Búsárpád Zsolt vette át a testületben. Az alakulőülésen megválasztották a testület munkáját segítő bizottságokat is. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke dr. Vég Attila, a Szociális és Lakásügyi Bizottság vezetője Besze Andrea, a Pénzügyi Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság elnöke Tóth Szabolcs, az Oktatási és Kulturális Bizottság vezetője dr. Ördög István, az Idegenforgalmi Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Kévés Tamás, míg a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Eperjesi László lett. Novemberi ülésén a képviselőtestület egyebek mellett arról is döntött, hogy Gyöngyös csatlakozik az újabb közfoglalkoztatási programhoz, amelynek keretében februárig mintegy 150 embernek tudnak munkát adni, a bérek 85%-át pedig az állam fedezi. A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat újra megköti az ellátási szerződést a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal. Az egyesület 2015-ben mintegy 5 millió forintos támogatásra számíthat a város költségvetéséből. A testület kiválasztotta azt a 3 alkalmazottat is, akik az elkövetkezőkben mezőőrként dolgoznak majd. Megtartották a Gyöngyösi Önkormányzat Mátrafüredi részönkormányzatának jelölőgyülését a Mátra szakképzőiskolában. Az eseményen a helybéliek tehettek ajánlást a jelöltekre. A részönkormányzat 4 tagjáról november 30-án dönthetnek a helyiek.
11 jelölésből összesen 10 fogadták el a jelölést a Mátrafüredi részönkormányzat jelölőgyűlésén. A Gyöngyösi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint a Mátrafüredi részönkormányzat vezetője, a Gyöngyösi első számú települési egyéni választókerület képviselője, ez esetben Faragó Tamás. A további 4 tag kilétéről november 30-án dönthetnek a mátrafürediek. A jelölő gyűlésen Faragó Tamás a részönkormányzat vezetője arról beszélt. A település szebbététele és a Mátrafüredi részönkormányzat megújítása mellett az elmaradt beruházások megvalósítása a legfontosabb cél. Elsődleges feladat az, hogy a tisztaság, a rend mutatkozzon Mátrafüreden, a második pedig az elmaradt beruházásoknak, ilyenek a szennyvízcsatornának a rekultivációja. Van olyan hely sajnos Mátrafüreden, ahol nincsen szennyvízcsatorna, ezt mindenféleképpen pótolni kell. Hisz György polgármester azt hangsúlyozta, az esetleges régi sérelmeket félre kell tenni, és a közös munkára, a fejlesztésekre kell koncentrálni. Megemlítette azt is, hogy a részönkormányzati választás érvényességének bizonyos feltételei is vannak. Mátrafüreden 10 jelölt van, és a 10 jelöltből 4-et, a 4 legtöbb szavazatot jelölt lesz majd tagja a Mátrafüredi részönkormányzatnak, azzal a kitétellel, hogy legalább a lakosság szavazó polgárok 25%-ának részt kell venni a választáson. A gyűlésen a felszólalók kérték, hogy legyen falugyűlés a választást megelőzően, amelyen értékelik az előző ciklust. A belgyógyászati szakterület orvosai tanácskoztak a Mátrában. A Magyar Belgyógyásztársaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportjának 2 napos kongresszusán az idén rendhagyó módon részt vettek a szakdolgozók is. A Gyöngyösi Kórház által szervezett szakmai rendezvényen a tapasztalatcserén túl a közös tanácskozással a gyógyító munka egyetemlegességét szerették volna hangsúlyozni. A belgyógyászati szakma számára nagy kihívás, hogy sok esetben a betegek elhanyagolt állapotban kerülnek orvoshoz, hangzott el a szakmai tanácskozáson. Ezért a rendelkezésre álló képalkotó diagnosztika birtokában a kezelésre és a megelőzésre tevődött át a hangsúly. A cél, hogy a betegek minél hamarabb kerüljenek orvoshoz, hangsúlyozta Parrag György, a társaság elnöke. Magyarországon a kolorektális, tehát a vastagbél tumorok tekintetében az ország, az Európai Uniós országokhoz viszonyítva is a legrosszabb helyen áll. Ez is azzal magyarázható, hogy későn mennek a betegek az orvoshoz, de azokat a szűrőprogram lehetőségeket, amit kínálunk, azokat nem használják ki, és amikor már későn jönnek, akkor nem tudunk effektíven gyógyítani. Egy vastagbél daganat kialakulásához közel 15 év kell, így lenne lehetőség a daganatos betegségek, elváltozások kiszűrésére, tette hozzá az elnök. A hematológiai és az immunológiai, reumatológiai betegek gyógyítása szintén kiemelt témája volt a konferenciának. A Gyöngyösi Kórház belgyógyászatán dolgozó szakorvosok munkáját méltatta az elnök, ezért rendezték itt a konferenciát is, hogy erősítsék az itt folyó szakmai munkát a lakosság körében. Elhangzott, hogy a Gyöngyösi Belgyógyászati Osztályon jelentős fejlesztéseket hajtanak végre. A kardiológiai ellátásban új ultrahang berendezéshez is jutunk, és ezzel tényleg a járóbeteg ellátás területén is kapacitásunk megnő. Amellett a meglévő kapacitásnál a koronária őrzőbe konziliumot tudjuk használni. Az idei kongresszus sajátossága, hogy a rendezvény szakdolgozói kongresszussal is kiegészült. A belgyógyászatban különösen nagy jelentősége van a szakdolgozó és az orvos együttműködésének, a betegek hatékonyabb kezelése és kivizsgálása érdekében. Nem adták át idén a Gyöngyösváros szociális ügyéért díjat a Szociális Munkanapján. A civil kezdeményezésre született elfogadás díj azonban idén is gazdára talált. Az elismerést egy csoport vehette át. A Szociális Munka Napján ünnepélyes keretek között ismerték el a szociális területen dolgozók munkáját. A hagyományoktól eltérően az önkormányzat idén nem adta ki a képviselőtestület által alapított Gyöngyösváros szociális ügyéért díjat, ugyanis nem érkezett jelölés. Nem hiszem el, hogy ennyi intézményben, ennyi civil önkéntes és egyházi szervezetnél ne lett volna egyetlen egy kitüntetésre érdemes dolgozó, vagy segítő önkéntes. A testület bölcsen úgy döntött, hogy az idei keretet átvisszük jövőre, amikor is reményeink szerint találni fogunk 2 kiváló embert vagy közösséget. A civil kezdeményezésre született elfogadás díját azonban idén is átadták. Az elismerést ezúttal egy csoport, a MERT nők kapta meg.
A csapatot 2010-ben a Mátrai Erőmű lányai, asszonyai alapították. A tagok bajba jutott embertársaikon próbálnak segíteni, gyűjtöttek már súlyos beteg gyerekek gyógykezelésére, rendeztek már be átmeneti otthont egy autista gyermekét egyedülnevelő édesanyának, osztottak már ételt a gyöngyösi hajléktalanoknak, és rendszeresen segítenek az autista segítőközpontnak is. A csoport vezetője mégis szerényen nyilatkozott a díjátvétele után. Nagyon felemelő és megtisztelő érzés volt, mert egy civil szervezet ajánlotta föl ezt a díjat. Nem cégnévnek szólt, hanem egy tevékenységnek, egy kis csoport tevékenységének, és nagyon örülünk, hogy a városba észrevették ezt, amit mi itt a területen végzünk, de igazából mi ezt a ajándékot, a köszönetet, azt megkapjuk minden nap azoktól az emberektől, akiken megpróbálunk segíteni. Az elfogadás díja pozitív visszajelzés a 16 fős csoport számára. Mint mondják, az elismerés arra ösztönzi őket, hogy tovább haladjanak az általuk választott úton, és folytassák az önzetlen segítségnyújtást. Magabiztos 7-0-ás győzelmet arattak Gyöngyösön a spanyolok a női magyar futszál válogatott felett. A magyar csapat tagjai már a meccs előtt azt hangoztatták, céljuk elsősorban a tisztes helytállás és a tapasztalatszerzés. Nagyon sokat dolgoztak a lányok, mindenki harcolt az utolsó pillanatig. Egy napot tudtunk edzeni a meccs előtt. Spanyolországban ez egy profi sportág női szinten is. Heti 7-8 edzésünk van. Magyarországon van, akinek nincs is minden héten edzése. Így nagyon nehéz fejlődni. A spanyol válogatott természetesen komolyan vette a meccset, és már az első percekben is uralták a játékot. Ők ugyanis már a világbajnokságra készültek. A spanyolok szövetségi kapitánya elmondta, az ehhez hasonló barátságos mérkőzések jó lehetőséget adnak arra, hogy az új tagok minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba. Nem sokára megyünk a világbajnokságra. A holnapi visszavágó után már nem lesz több mérkőzésünk. Hazamegyünk Spanyolországba, és a férfi első osztályú futsal csapatokkal fogunk edzőmeccseket játszani. A két csapat a mérkőzés másnapján visszavágót játszott, akkor a spanyolok 10-0-ra verték a magyar válogatottat. Jövőre otthonról is kifizethetők lesznek a sárga csekkek. 2015-től QR-kódok is megjelennek majd a teljes kitöltöttségű postai csekkeken. Január 1-től ez egy kötelező tartalmi elem lesz. A számlák QR-kód segítségével történő bankkártyás kifizetését a Magyar Posta mobil applikációjával lehet majd igénybe venni. Jelenleg egy biztosító céggel tesztelik a rendszert, januártól pedig tömegesen is megjelennek majd a kódok a csekkeken. Csökkenti bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A csökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 373-374 forintra, a gázolai 392-393 forintra mérséklődik. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 341, a MOL 12.195, az OTP 3.965, a Richter 3.753, a TVK pedig 4.451 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 17.401 ponton állt, ami addig 45 pontos emelkedést jelez. Végül pedig következzenek legfontosabb híreink röviden. Megújult a gyöngyösi tévé. Nem szavaztak, nincs alpolgármestere Gyöngyösnek. Tízen fogadták el a jelölést a Mátrafüredi részönkormányzat jelölőgyűlésen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!